Ugye a két háború között vált világméretekben jelentősé, a kőolajvállalatok egyre nagyobb szerepet jutottak, és az öböl környékét föl is használták. Most azon kell gondolkoznom, igen. A Teova ezen az oldalon volt, a Petrobel ezen az oldalon volt, az már nem létező egyik sem, nem ismerjük. A Vacuum Oil Company már tudjuk, az a hét nagy nővér, amit szétvertek az amerikai trösztörvények alapján, annak volt középen a telepe, és a Shell létesített telepet ott, a belső részén ennek a kis 300-valány méter hosszú öbölnek, a Shell először telepet létesített itt és ott, és utána pedig, mikor föltárták a dél-dunántali olajmezőket, talán valamit mond, aki gazdaságtörténettel foglalkozott, mert ugye egyikünk se élt a föltárás idején talán. A zalai, dél-zalai olajmezőket, akkor a lispei vezetéket ide vezették be, és a Shellnek a kőolaj finomítója itt működött egészen a 60-as évekig, úgyhogy a Shell komoly telepe volt a Csepelnek, és fontos cég volt a Weissmann-féle művek mellett, mert ugye 1920-as évekig a Weissmann-féle művek volt az egyedül uralkodó, csak egy-két kis vállalat volt, és bizonyos szempontból a kis polgárokat el is nyomta a Weissmann-féle művek, tehát nem alakult olyan polgári életnek Csepelen a Weissmann-féle művek miatt, mint például Erzsébeten vagy Újpesten. Mert akadt itt munka, a csepeli svábok meg inkább a gyárnak dolgoztak, mert az jobban fizett a forrozásai, mint a szomszéd. Abból gazdagodott meg az egyik versit, a kirokonokat is például. Az nem rokon? Csak gazdag. Nem rokon. Nem rokon. Na, mindegy, ez egy...